A vatikáni hercegnő, Lukrécia Borgia története, 4. rész, 27. fejezet. Majdnem 3 hétig egyedül maradhattam vele, 3 végtelennek tűnő áldott hétig, amely alatt arra ébredtem minden reggel, hogy a fiam az ágyam mellett álló összetákolt gyerekágyból pislog rám. A rácsos ablakon át beszűrődő téli napsütés sima bőrét rózsaszínre festette, kis keze hol kinyílt, hol összezárult, mint a mutatni próbálna nekem valamit, mielőtt az éjségének olyan hangos követeléssel adott hangot, ami zene volt füleimnek. Az ágyamba vettem, amelybe gyapjú takarókat és szörméket halmoztam, kioldottam a hálóingemet, hogy hozzáférjen a mellemhez, és olyan erővel szívta, hogy nem volt kétségem afelől, hogy minden ízében egy Borgia. Nem akartam nevet adni neki. Azt hittem, akkor már nem tudnám szeretni. Sőt, attól féltem, hogy meggyűlölöm, hiszen egy olyan erőszak gyümölcse, ami szétroncsolta a hitemet. Azzal győzködtem magam, hogy boldogan lemondanék róla, ha csak előbb meg nem hal, ahogy sok újszülöttel megtörténik. Amíg a megszületését vártam, számtalan alkalommal panaszkodtam Pantalizának, mennyire szeretnék már megszabadulni ettől a tehertől. Vissza akartam térni a palazzomba, a sejmeimhez és ékszereimhez, felejteni szerettem volna, és újra Lucrezia Borgia lenni, a pápa szeretett leánya. És most itt feküdtem a feltúrt ágyamban, amely enyhe dohszagot árasztott a nem szűnő esőzések miatt, a gyermekemmel, akit a testemből tápláltam, és ahogy hozzám sémult, melegebb volt, mint egy kemence. Amikor rövid, sötétvörös haját simogattam, azt éreztem, hogy szívesen így maradnék örökre, el sem tudtam képzelni, hogy máshol legyek, mint ahol ő van. Amikor Pantelize visszatért a zárdán kívüli küldetéseiből, be nem állt a szám, és azzal traktáltam, hogy gügyögött, vagy éppen szellentett. Minden baba ezt csinálja, jegyezte meg. Olyan kék a szemei, mint az enyémek, az még változhat. És, hogy azt hittem, már beszélni próbál ebben a korban. De ő is teljesen oda volt érte. Segített tisztába tenni, az udvari vájúnál kimosta a piszkos pelenkáit, amit Szilvara Leokádia ellenvetése ellenére a főnöknő engedélyével használhatott. Pantaliza egy szalmazsákon aludt a padlón, és azonnal felpattant a gyermek első nyöszörgésére. Boldog kimerültségemben, amelyre az alvás volt a balzsam, és amikor csak lehetséges volt, szúnyogáltam egy kicsit, elfeledkeztem a főnöknő figyelmeztetéséről. A gyermekem sírása éles szóbeszédet indít el, a jelenléte arra emlékezteti a San Sisto apácáit, hogy egy bűnben fogant új élet van a körükben. Februárban azonban megérkezett az emlékeztető. A kerengőn ültem sálakba burkolózva, a gyermek szoptatás után aludt. Én is majdnem elszendredtem, amikor lépések riasztottak fel. Megfordultam, és megláttam a főnöknőt az apáca fátyol alatt elkomorult arccal. Egy összehajtott pergament nyújtott át nekem. Őszentségétől. Mozdulni sem mertem, nehogy felébresszem a gyermeket, így mereven odahajolt hozzám, és a lapot a fenekem alá gyűrte. Már elküldtem a választ, közölte, és már fordult is el, amikor halkan megkérdeztem, milyen választ? Bár akkor már sejtettem, tudtam és féltem is tőle, mert ez azt jelentette, hogy a haladékom megszűnik. Látogatást kíván tenni, mondta a főnöknő. Azt kérte, hogy biztosítsunk teljes titoktartást. Megnyugtattam e felől, hiszen engedelmességgel tartozunk neki. De majd, ha őszentsége eltávozik, önnek döntenie kell. Ha maradni akar, fel kell vennie a fátylat, és le kell mondania a fiáról. Ha ezt nem vállalja, akkor mind a kettőjüknek menniük kell. Ezzel bólintott, és ugyanolyan közömbös arckifejezéssel ment végig a kerengőn, mint amilyennel az üzenetet átadta. A gyermekemet magammal szorítva a sivár téli kertet bámultam. Meg kell őt védenem, bármi áron. Ugyanazt a ruhát vettem fel, amelyet a kúria előtt viseltem, bár most lazán lógott rajtam. A nyakamban lévő aranykereszten kívül nem viseltem ékszert. Az utolsó pillanatban felkaptam néhány dolgot, amit a palaccomból való sietős távozásomkor magammal hoztam, egy szerény gyöngy karkötőt, egy rubinnal kirakott fésűt és egy zafír függőt,
és Pantaliza kezébe nyomtam. Zálogosítsd el ezeket, helyezd biztonságba a gyermeket, amíg érte nem küldetek. Szomorúan megrázta a fejét. Ha nem tudtuk megfizetni a terhesség megszakítását, mert féltünk, hogy kiderül, hogy képzeli, hogy most el tudnánk rejteni egy gyermeket. Azon kívül Perotto figyelmeztetett, hogy az önbátyja, Cesare, az Árda felé vezető úton minden sarokra kémeket állítatott, amikor én kilépek az Árda falai közül, minden alkalommal jelentik neki. Ha elszöknék a gyerekkel, azonnal megtudnám. Az öklömmel csapkodtam a szoknyámat. Megkötöttem az alkut, Juan halála megpecsételte. Már nem kell félnem tőle, és már Giovanni sem a férjem. Miért éreztem mégis olyan elsöprő félelmet, hogy szükségét érezzem annak, hogy megvédjem a fiamat? Papa soha nem ártana neki, és Cesare sem, de még anyám sem, kényeztetnék, hiszen ő is a mi vérünkből való. Pantaliza megérezte a nyugtalanságomat, és így szólt. Egy új anyuka mindig ilyen ideges, az csak természetes, hogy félti a gyermekét, és erre önnek a többieknél jóval több oka van, de őszentsége meg fogja érteni. Összecsavarta a hajamat a tarkómon. Az apja szereti önt. Mondja meg neki, hogy képtelen elengedni a gyermeket. Mondja el neki, hogy a szívére hallgat, és sajátjaként kell felnevelnie a fiát. Igen, ebbe a törékeny reménybe kapaszkodtam. A családja vagyunk. Hozzánk tartozik. Mindazonáltal, amikor beléptem az ebédlőbe, amelynek ólomüveg ablakai az angyali üdvözletet ábrázolták, és az ablaktáblákat átvilágító napfény átlátszó színes rombuszokat vetített a lábam elé, mosolyt kellett kényszerítenem az arcomra. Papa az összekarcolt asztalnál ült, ahol a nővérek szokták elfogyasztani az ürühúst. Síma fekete tunikát és nadrágot viselt, vastag lábait lovagló csizmába bújtatta. Ahogy közeledtem, láttam, hogy az álla alatt megereszkedett a bőr, ráncok keretezték a száját, és mély barázdák szántották fel a homlokát. A fájdalom maradandó jeleket vésett rá. Merengő szeme találkozott az enyémmel, mielőtt intett, hogy menjek közel. A pápai gyűrű, a főpapi pompa egyetlen bizonyítéka megcsillant az ujján. Azt gondoltam, jobb, ha kettesben találkozunk, kezdte. A Vatikánnal azt közöltem, hogy kilovagoltam. Nem engedhetünk meg magunknak több botrányt, és biztos vagyok benne, hogy ezzel egyet értesz. A hangjából sütő távolságtartás zavarónak találtam. Aztán azt mondta, Cesare elmesélt mindent. Nagyon csalódott vagyok, Lucrezia. Nem, Farfalina, nem, szeretett leányom. Elképedtem. Csak nem gondolod azt, hogy én vagyok a hibás? Ezt nem mondtam. Úgy értem, hogy csalódott vagyok, mert nem bíztál bennem. Amikor nem szólaltam meg, felsóhajtott. Gyere ide! Egy bizonytalan lépést tettem előre. Megfogta a kezemet, és rákulcsolta az ujjait. Apró hang jelezte a megkönnyebbülésemet, hirtelen térdre hullottam előtte, a fejemet az ölébe hajtottam. Tenyerét a fejemre tette, és azt suttogta. Tudom, hogy ez az én hibám, de olyan sebezhető voltál annak a fajankónak a feleségeként, és én magadra hagytalak, hogy védelmezd meg magadat, mint egy őszsuta, akit megtámadnak a farkasok. Papa! Nem, ne kérj bocsánatot! Egy vén bolond vagyok. Nem akartam látni. Nem akartam elhinni, hogy Juan cseppet sem tökéletes. Mindig a legjobbakat gondoltam róla. Azt tudtam, hogy hiány van a tehetségnek, amelynek te és Cesare bővében vagytok. Épp ezért még kedvesebb volt számomra. Ő saját magamra emlékeztetett, az én fiatalkori küzdelmeimre, amikor azért munkálkodtam, hogy találjak egy helyet ebben az átkozott világban, amely az enyém. De Juan nem olyan volt, mint én. Őt nem érdekelte más, csak a saját szórakozásai. Mégis nekiadtam mindent, amit csak tudtam, mert azt hittem, hogy meg fog változni. A csalódásaim ellenére azt hittem, hogy idővel majd olyan emberré válik, amilyennek én akartam, hogy legyen. Ezt soha nem tudtam. Soha nem foglalkoztatott a gondolat, hogy Juanra árasztott túláradó szeretete egy rejtett szándékból fakadt, amit a fia soha nem volt képes beteljesíteni. Ez sokat megmagyarázott abból, hogy miért Juant favorizálta Cesare ellenében, és ezáltal meggondolatlanul csak erősítette köztük az ellenségeskedést. Cesare mindig is az ő bajvívója volt, lelkes és tehetséges, minden ízében egy borzsa, míg a halott bátyám
ő csak egy másodosztályú játékos volt, akit papa hiába próbált az elvárásainak megfeleltetni. Megsimogattam az arcát. Éreztem, hogy érdes, mint a napok óta nem látott volna borotvát. Papa, nem tudhattad, nem hibáztatlak, és már őt sem hibáztatom többé. Amikor lenyelte kitörő zokogását, felálltam és megöleltem. Papa, kérlek, ne sírj, gyűlölöm, amikor sírsz. Éreztem, hogy a lapockái kiszúrják a gyapjú tunikát, ijesztően sokat fogyott. Minden félelmem, amit a szándékai miatt generáltam magamban, elolvadt. Most már elmúlt, papa, és a gyermekem, az unokád olyan gyönyörű, pont mint te. A könnyeim keresztül felhorkantott. Remélem, hogy nem. Én nem vagyok szép, sohasem voltam az. Nekem az vagy. Felegyenesedtem. Akarod őt látni? Bólintott, de amikor megfordultam, hogy idehozzam a gyermekemet, hallottam, hogy azt mondja. Mielőtt idehozod őt hozzám, egyetértésre kell jutnunk. Megmerevettem. Azt mondtad Van utcának, hogy le akarsz mondani a fiúról. Még mindig ezt akarod? Visszafordultam, és halkan azt válaszoltam. Nem, meg akarom őt tartani. Elhallgatott. Keménységet véltem felfedezni a szemében, mint olyan sokszor a múltban, amikor olyasmit kértem tőle, amit nem volt hajlandó megadni. Én vagyok az anyja, papa, ő hozzám tartozik. Igen, egy gyermeknek mindig az édesanyjával kellene lennie, de fel kell ismerned, hogy ez mennyire lehetetlen. Felemelte a kezét, hogy leállítsa a tiltakozásomat. Farfallina, hadd fejezzem be! Nem azért jöttem ide, hogy megbüntesselek, és azt sem mondom, hogy soha többé nem láthatod őt, vagy nem lehetsz része az életének. De nem hagyhatjuk, hogy a világ megtudja az igazat. Nem csak te miattad, de az ő kedvéért is. De ő az én fiam, ő a mindenem. És mind a ketten tudjuk, hogy ki volt az apja. Figyelte, hogyan megpróbálom legyőzni magam. Gondolj a jövődre, mondta. Még 18 éves sem vagy. Még az egész élet előtted van. Születnek majd gyerekeid, Isten úgy akarja. Mindent feláldoznál, azt akarod, hogy az életed végéig meg legyél bélyegezve. Szünetet tartott, a hangja ellágyult, amikor a szavai egy láthatatlan hurkot vontak a nyakam köré. Érvénytelenítettük a házasságodat, a világ előtt szűznek nyilvánítottunk. Most azt mondanád, hogy becsaptunk mindenkit? Hogy én, a legfelső helytartó, hazudtam? Soha nem élnénk túl, ez lenne a végünk, a tiéd, az enyém, Cesaréé és a gyermekedé. Alig tudtam levegőt venni. El sem tudtam képzelni, hogy lemondjak a fiamról, bármi is történt. A gondolat, hogy nem láthatom minden nap, nem érezhetem a tejszagú bőrét, és nem hallatom a sírását, arra késztetett, hogy megragadjam a fiamat, elszökjek Rómából, és soha többé ne nézzek vissza. Nem bánom, mindent feláldozok, ha kell, elmegyek vidékre. Kérlek, papa, ne vedd el őt tőlem! Könnyek mosták el a hangomat. Nem tudnám elviselni, ő minden, amin van. Psst, psst! Összefonta maga előtt a kezeit, szemében könnyek. Nem kell mindent feláldoznod, kivéve az élete első éveit, és azt, hogy az édesanyjának hívhasd magadat. Készen állok arra, hogy egyességet kössek veled. Ha hallgatsz rám, mindkettőtöknek csak java származik belőle. Leküzdöttem magamban a sürgetést, hogy elrohanjak, hogy belevessem magam az utcai nyüzsgésbe, ahol elveszíthetem magam. Csak egy névtelen nő vagyok egy gyerekkel, miközben már akkor, amikor csak elgondoltam, tudtam, hogy ez milyen naív elképzelés. Nem volt semmim. Amin volt, az csak a családom miatt adatott meg nekem. Hogy élhetném túl egy brutális világban, ahová még soha nem tettem be a lábam, kivéve amikor kiléptem egy kárpitozott hordszékből, őrökkel körülvéve. Ha átadom magam az érzéseimnek, azzal csak veszélyeztetem a gyermekem életét. Egyességet? Visszhangoztam. Igen, eltűnt a szomorúság a hangjából, felváltotta az a vibrálás, amely mindig is jellemezte. Fellelkesedett, mint mindig, ha tárgyalásról volt szó, a téma mindegy is volt. Nem tudta letagadni a benne megbújó politikust még akkor sem, ha maga a jó Isten parancsolta. Kijelentem, hogy enyém a gyerek, mondta. Egy szerencsétlen kapcsolat gyümölcse. Hivatalos bullát adok ki, amely kimondja, hogy az anyja egy férjezetlen nő, aki névtelen kíván lenni a jó híre megőrzése miatt. A gyermek Van utca felügyeletére lesz bízva,
Ő fogja felügyelni a neveltetését. Látta, hogy elhúzom a számat. Tudom, hogy nem jó a kapcsolatotok az anyáddal, de azt hiszem, abban mind a ketten megegyezhetünk, hogy a fiadnak úgy kell felnőnie, hogy bodzsavér áramlik az ereiben. Csak a valódi szüleit nem hozhatjuk a nyilvánosságra. Egy ilyen bűnben fogan gyermek egész életében magán hordaná a bélyeget. Minden sejtem tiltakozott ez ellen. Hogy az anyám nevelje fel a gyermekemet azok után, ahogy velem bánt. A fiam úgy nőjön fel, hogy soha ne tudja meg valójában én ki vagyok. Elfogadhatatlan számomra. Meglátogathatod, tette hozzá a papa, és szerű keretek között. Természetesen, és a legteljesebb diszkréció mellett. Imádni fog téged, az ő gyönyörű nővérét. És olyan bátyjai lesznek, akikre felnézhet. Cesare és Geoffrey, akik megtanítatják, hogyan legyen belőle férfi. Szavamat adom, semmiben sem fog hiány szenvedni. Kivéve az igazságot, suttogtam. Fájdalmasat sóhajtott. És az mire lenne jó? Mi tudjuk az igazságot, ez nem elég? Ez a világ soha nem értené meg. Arra használnák fel őt, hogy rajtunk üssenek vele. Te és a fiad élő bizonyítékai lennétek az ördögi természetünknek. Tudom, hogy az igazság milyen következményekkel járhat. Az a legjobb, ha megtartjuk magunknak. Nem válaszoltam azonnal. Hagytam, hogy a csend megnőjön köztünk, hogy ne tűnjön úgy, mint a mérlegelés nélkül kapituláltam volna. Tudtam, hogy valóban ez a legjobb megoldás, az egyetlen opció számomra, ha csak nem akarok elkeseredett küzdelmet vívni az apám akarata ellen, amit egész biztosan elveszítenék. Azt is tudtam a szívem legmélyén, hogy bár rettenetesen fájt, de ez volna a legjobb a fiamnak is. Kiváltságos lesz, egy Borgia herceg, és semmi más nem kívánhattam számára. Mégis haboztam, nem kívántam megadni magam, hogy papa tudja, hogy már nem vagyok az a készséges leány, aki bármit megtenne, amit kér. Végül beleegyeztem, egyetlen feltétellel. Ha anyám bármikor is bántja, a gyermeket visszakapom, velem kell élnie, és a fenébe az igazsággal. Természetesen, de soha nem tenne ilyet. Az ő unokája is, és ez mindent jelent van ott a számára. La familia es nuestra strande. A család a mi vérünk, semmi nem fontosabb. Visszatartottam egy kesernyés mosolyt. Akkor hadd hozzam őt ide hozzád. Amikor visszatértem a gyermekkel a karomban, aki nyűgös és éhes volt az alvás után, papa megdöbbenve állt fel. Először bizonytalan volt, amikor a rókkapáló csomagot a kezébe nyomtam, de aztán láttam, hogy az ösztön lesz úrrá rajta. Hatalmas ereskezei átölelték a kis testet, az arcán megjelenő öröm elnyitette a fájdalmát. Most újra arra a robosztus férfira hasonlított, aki soha nem engedte, hogy egy tragédia vagy kudarc legyőzze őt. Micsoda ajándék, lehelte, egy Borgia unoka, hogy fogjuk hívni őt? Rodrigónak, mondtam halkan, mint a válasz mindig is bennem lett volna. Rólad nevezném előtt, papa. Tavasszal visszatértem a palazzomba. Nicola és Murilla nagy izgalommal fogadtak. A lakosztályomban minden bútort átfényesítettek lenolajjal, minden váza roskadozott a virágoktól. Még az én tartózkodó arancsinóm is panaszosan nyávogott, és a bokám körül tekergőzött, amíg fel nem vettem. A karomban dorombolt, miközben körülnéztem a szobákban. Felkavart a rend, mintha csak az imént ugrottam volna kilevegőzni. Semmi jele nem volt annak, hogy majdnem egy éve mentem el, amely idő alatt annyi minden megváltozott bennem. Hogy is térhettem volna vissza ugyanazon lányként, aki gondtalanul repkedett a palazzójában, beleszerelmesedve az életben betöltött helyébe, és fogalma sem volt arról, milyen barbárság vár rá. Úgy éreztem, többé már nem tartozom ide. És még ennél is több megpróbáltatás várt rám, a visszatérésem a társadalmi életbe. Nem számít, hogy a titkomat hét pecsét őrizte, ennek ellenére széles körben fogják taglalni a házasságom megsemmisítését, és minden szem rám tapad majd a lányra, aki elszökött és hónapokig bujkált, amíg a házasságát érvénytelennek minősítették. Mindazonáltal megkönnyebbültem, ahogy otthagytam a zárda szerény körülményeit. Az első fürdőm hatalmas élmény volt. Órákig élvezkedtem, amíg az ujjaim megráncosodtak, és Mantalisa megszidott, hogy kiszárítom a bőröm.
Mit fognak szólni, ha meglátják, hogy úgy néz ki, mint egy aszalcilba? Azt, hogy végre tiszta vagyok, válaszoltam. Nikolá és Murilla pedig kuncogott. És még mindig szűz, emlékszel? A szűzek örökké frissek. Emellett, tettem hozzá közelhajolva, neked kellene aggódnod a megjelenésed miatt, miután te rendezvúzgattál a gáláns Perottóval, amíg be voltunk zárva a százisztóba. Nikola nevetésben tört ki. Pantelisa pedig megpróbált úgy tenni, mint a megbotránkozott volna, de nem sikerült. Ehelyett inkább elpirult, összeszedte a nedves törölközőket és kiment. Murilla azt mondta, elég különös, de nekünk ő is hiányzott. Nekem pedig te hiányoztál. A karomba kaptam az aprócska testet, és megforgattam, amíg sikítani nem kezdett. A fürdőkamrán körül lévő cselédek szanaszét rohantak, hogy elvigyék a hírt. Madonna Lucrezia igencsak jókedvű ahhoz képest, hogy azért lépett be a zárdába, mert az impotens férje elhagyta. A nevetés gyógyított, a bizalmas udvarhölgyek társasága vigaszt nyújtott, de minden este, amikor magamra maradtam, az arcom a párnába fúrtam, hogy elnyomjam a kicsi Rodrigo miatti sírásomat, mert annyira hiányzott. Állandó űr volt bennem. Sötét éjjel adtam őt át az anyámnak a szánszisztó előtt. A karjába vette, és már elfordult, amikor megragadtam a karját. Lehet, hogy abba hagyja a szopást, hozzám szokott, nem egy szoptatós dajkához, és... Nyersen felnevetett. Hat gyermeket szültem, négyet az apádnak. Azt hiszem, most arra már tudom, hogyan kell bánni egy csecsemővel. Mielőtt azt követelhettem volna, hogy adja vissza a gyermekemet, amit majdnem megtettem, már be is szállt a gyaloghintóba, és eltűnt, én meg ott maradtam dühös könnyekkel a szememben. Ő a nagymamája, úgy fog vigyázni rá, mint egy sólyom, mondogatta Pantelisa azon az éjjelen, amely az utolsó volt a San Sistóban, mi alatt arra vártunk, hogy a Vatikánból megérkezzen a kíséretünk. El akartam hinni. Mindazonáltal a következő néhány hétben, amikor újrakezdtem az életemet a Santa Maria in Porticóban, Pantelisát elküldtem egy csomó átlátszó ürüggyel anyám házába. Azt kértem tőle, hogy legyen a kémem, amíg van otca, be nem szüntette a látogatásait, a következőket kijelentve. Mondd meg a lányomnak, ha annyira aggódik, eljöhet ő maga is. Különben is megköszönném, ha nem másokat küldözgetne ide, hogy beleüssék az orrokat az én dolgomba. Amint látod, a gyerek úgy gömbölyödik, mint egy püspök. Mondd meg neki, hogy egy cicinek ugyanolyan íze van, mint egy másiknak, és egyáltalán nem hiányzik neki az anyja. Pantelisa félre nézett, mi alatt átadta az üzenetet. Kínosan érezte magát, de megerősítette, hogy a fiam valóban egészségesnek és boldognak tűnik. Bántott, hogy ilyen gyorsan elfelejtett engem, de némi vigasztalást nyújtott az a tény, hogy gyorsan alkalmazkodott a változáshoz. Bármikor elmehettem volna, hogy meglátogassam, mostanra már tökéletesítettem a kifogásokat, de amikor már elhatároztam volna magam, visszavonulót fújtam. Attól tartottam, ha ránézek, semmi nem fog megakadályozni, hogy ne vegyem újra magamhoz. Így átsírtam az éjszakákat, nappal pedig mosolyogtam, és miután elterjedt a hír, hogy visszatértem, a nemes családok vacsora meghívásokkal ostromoltak. Minden reggel, amikor felébredtem, egy újabb meghívás várt, amit addig nem is értettem, amíg Sanchia el nem jött hozzám látogatóba. Ő és Geoffrey nemrég érkeztek vissza 2 hónapos nápolyi látogatásukról, amikor zöld bársonyba öltözve berontott a szobámba. A szemében a tenger színe csillant, szertelen karamia kiáltott fel, trillázva, mielőtt megállt. Ezt te vagy, alig hiszem el! Megöleltem. Karnyújtásnyi távolságra eltartott magától, és úgy vizslatott. Mögöttem Pantelisa figyelmeztető köhintése hangzott fel. Hirtelen felocsúttam, hogy valójában mennyire megváltoztam. A lánykori karcsúságom eltűnt, a csípőm kikerekedett, a mellem fájdalmasan megduzzadt, és még mindig le kellett szorítanom, hogy elapadjon a tejem. Sanchez a szemében, aki hónapok óta nem látott, bizonyára nagyon megváltoztam. Na csak, felnőtt lettél, mondta, majdnem döbbenten. A szeme összeszűkült. Úgy tűnik, a nőknek gyakrabban kellene visszavonulni egy zárdába, ha ez az eredmény. A nevetésem túl harsányan csengett a fülemben. Túlzol. Én is jól megnéztem. Ahogy látom, te még mindig olyan szép vagy, mint eddig. Azonnal felengedett, mint mindig, ha bókoltak neki.
A szerelem legalább olyan jó hatással lehet, mint az árda, és sokkal élvezetesebb. Belém karolt, és hozzátette. Mindent hallani akarok. Egészen magam alatt voltam, amikor elmentél, és azok után, hogy Juant holtan találták. A Béli kísérlete, hogy gyászos hangot mímeljen, sikertelen volt. Akartam neked írni, de senki nem engedte meg. Fenyegető pillantást vetett Pantalízára. Minden nap híreket vártam, amikor az a szörnyű lázad volt. Gondolom, tudsz róla. Igen, köszönöm. Az ajtó felé húztam. Ígérem, mindenről beszámolok, de most pihennem kell a hallban rendezendő esti fogadás előtt, és... Ó, persze, mindenki itt lesz ma este, hogy üdvözöljenek. A homlokomat ráncoltam. Mindenki? Nekem azt mondták, hogy papával és néhány nemessel fogok vacsorázni. Néhány nemessel? A szemét forgatta. Bizonyára tudod, hogy minden nemes, aki még nem házas, vagy nincs a halálos ágyán, már megkérte a kezedet. Amikor hitetlenkedve néztem rá, azt mondta, hogy nem hallottad még. Őszentsége azóta sorban küldi vissza az ajánlatokat, amióta bejelentette az érvénytelenítést. Most te vagy a legkelendőbb menyasszony Itáliában. Nézzük csak! Feltartott kézzel, a gyűrűkkel megrakott ujjaival számolgatni kezdte a nemeket. Ott van Antonello Sanverenino, a szalernói herceg fia, bár a családja támogatta a franciákat az invázió alatt, és Francesco Orsini Grabina hercege, aki túl öreg. Ó, és Ottaviano Riato Forli barónő fia, de ő még gyerek. És Appiani Piombino, aki túl szegény, és... Elutasítóan fordultam el. Sanchia megkérdezte. Mi az, valami rosszat mondtam? Megpróbáltam mosolyogni. Tényleg fogalmam sem volt róla. Hát úgy tűnik, azt gondoltam, nos, nem érdekes, mit gondoltam. Világos, hogy rosszul hittem. Jaj, halálsápat lettél, Lukrécia, teljesen biztos vagy abban, hogy nem vagy rosszul? Szédültem, le kellett ülnöm. Pantalisa egy serlegben vízzel hígított bort hozott, miközben Sanchiára merett, aki nem vett róla tudomást. A közelít kárpitozott zsámolyra libbent és parancsolón intett a szobalányaimnak. Hagyjatok magunkra bennünket! Az asszonyok vonakodva mentek ki a fogadószobába, kivéve Pantalizát, aki lecövekelt mellettem. Sanchia rosszalló pillantást vetett rá, majd azt mondta nekem. Bizonyára rájöttél, hogy elvárják tőled, hogy valamikor újra férhez menj. Megszorítottam a serlegemet. Dio mio, csak most szabadultam meg Giovannitól, és emiatt hónapokat töltöttem elzárva a San Sistóval, hogy ne legyek szem előtt, amíg nem véglegesítik az annulálást. Mondtam gyorsan, Sanchia átadó pillantásától zavarba jöttem. És a bátyámat is csak nemrég ölték meg, még nem értem magamhoz a megpróbáltatásokból. Nem gondolhatok most egy újabb házasságra. Valóban, mondta Sanchia, mint a szabadkozásom nem érdekelné. Minden esetre őszentsége hivatott arra, hogy megfontolja helyette a helyzetet. Figyelmeztetőleg újra Pantalizára nézett, és ha bár ennek magunk között kellene maradnia, megbízható forrásból tudom, hogy Cesare kérelmezni fogja a kúriánál, hogy mentsék fel a papi esküje alól. Miután Juan elment, Rómának égető szüksége van valakire, aki megvédi a szentszék területeit Románia tartományban, ahol azok a civakodó bárók továbbra is ellenszegülnek a pápa fennhatóságának. Ha rajtuk múlna, egy újabb francia behatolással kellene szembenéznünk, most, hogy 8. Károly eltávozott az élők sorából. Nem hagyott maga után közvetlen örököst, így az unokaöccse fogja Lajel a trónt, 12. Lajosként. Hangja elhalkult. Még mindig beszél, de én alig fogtam fel a hírt, hogy a francia Károly, aki annyi aggodalmat okozott nekünk, nincs többé. Csak arra tudtam gondolni, hogy Cesare végre elérte a célját, amire évek óta áhítozott. Juan halála megszabadította őt a békjóitól. Megszabadulhat a gyűlölt bíborköpenytől, hogy a védelmünkre kelljen, mert csak ő tölthette be a megüresedett zászlóvivői posztot. Figyelsz rám! Dörrent rám Sanchia megütközve. Bocsáss meg, mit mondtál? Azt mondtam, hogy Lajos király magának követeli Milánót. A saját házasságát is érvényteleníteni akarja most, hogy a Breton Anna Károly felesége megözvegyült. Lajos saját felesége, Johanna, nem szép és nagyon vallásos. Ráadásul meddő is, ami miatt csak egy zárdában lehet hasznát venni. A fejem szédült. Alig tudtam befogadni ezt a rengeteg információt, az pedig még kevésbé, hogy mindez mennyire lehet hatással rám.
Sanchi a hallgatásom miatt dobbantott egyet a padlón. Fel tudod fogni, hogy mindez mit jelent? A Cesare többé nem bíboros címet kell kapnia, de Gandhi a hercegségét nem kaphatja meg. Az Juan fiának jár, és az özvegye minden leletével harcol érte. Már odáig is elment, hogy megvádolta Cesarét, hogy benne volt a keze a fivéred meggyilkolásában. Drámai szünetet tartott, a reakciómat próbálta felmérni. A szám kiszáradt. Nem kívántam többet hallani. Azt kívántam, hogy menjen el, bármennyire is kedveltem. Nem akartam arra gondolni, hogy papa azért szakított el a fiamtól, mert egy másik férj volt a látóhatáron, bár mind Juan, mind Cesare figyelmeztetett, hogy ez lesz a sorsom. Természetesen őszentsége nem tűri el az ilyen áskálódást, folytatta Sanchia, mert ő mindig ott volt, ahol valami pletyka lábra kapott. Követet küldött Spanyolország, hogy leleplezze az özvegyet és a vádaskodását, de a katolikus királyok kijelentették, hogy a hercegség a fiút illeti, és senki nem tehet ellene semmit. Azonban nem találod különösnek, hogy őszentsége leállította Juan halálának a kivizsgálását? Még mindig meg akarja bosszulni, de hogyan tudná, ha a gyilkosokat nem találják meg? Minden esetre sóhajtott fel, és egyértelműen nem várt tőlem választ. Cesarének egy alkalmas feleségre lesz szüksége, miután feloldozzák az esküje alól. És a francia király kérésének elegettéve, a házassága érvénytelenítése után a mi lekötelezettünk lesz, ami megfelel Cesare terveinek. Végre rájöttem, hogy a csacsogásának mi a célja. Cesarének tervei vannak? Már amikor kiejtettem a számon a kérdést, tudtam, hogy természetesen vannak tervei. Mikor nem voltak? Hát persze, azt tervezi, hogy feleségül vesz. Döbben csend következett. Mielőtt megtalálhattam volna a megfelelő szavakat, hogy válaszoljak, Pantalisa ellenszemvel csapott a levegőbe a kezével. Alig hiszem, hogy Cesare úr ennyire lelacsonyodna. Sanchia felhördült. Hogy merészelsz? A székem könyöklőjét megszorítva kiparancsoltam Pantalizát a szobából. El kéne bocsátanod őt, mondta Sanchia megvetéssel. Ez egy szajha, aki túl sokat gondol magáról. Ha az én szolgálom volna, megnyúzatnám. Visszafogtam magam, mert Sanchia nagyra tartotta a rangját. Ő a legmegbízhatóbb udvarhölgyem, de biztosítatlak, hogy megdorgálom a tiszteletlenségéért. Sanchia mogorván nézett, és most utólag én is észrevettem rajta a változást, ami kevésbé volt nyilvánvaló, mint amit ő látott rajtam. Valamilyen meghatározhatatlan módon megkeményedett. Hogy tudna Cesare feleségül venni téged, kockáztattam meg, amikor te már Geoffrey felesége vagy? A kérdésemre elfordította a fejét, és kezével a szoknyája gazdagon díszített hímnézésével babrát. Geoffrey nem lehet a férjem. Ő túl fiatal. Cesare szeret engem. Ő maga mondta, amikor Nápolyban voltunk. Tényleg? Nem voltam meglepve, hogy a bátyám újra az ágyába vitte, habár kissé érzéketlenségnek tűnt Juan halálára való tekintettel. De Cesare nem gyászolt, soha nem tette. Most felfedeztem a gyenge pontot Sanchia elbeszélésében. A változás azaz önmaga előtt is rejtett hazugság volt, amivel saját sebezhetőségét leplezte. Sanchia Nápolyból, az udvari szirén annyira szerelmes, hogy az időleges kalandját Cesarével az állandóság déli bábjává alakította. Vajon Cesare is ugyanúgy érez? Szerettem volna elhinni, mégsem tudtam. A bátyám életében csak két embert szeretett, papát és engem. Nem láttam semmi jelét annak, hogy Sanchia többet jelentene neki egy ágyasnál, akit már egyszer eldobott, és nem kétséges, hogy amikor úgy tetszik neki, ismét el fog dobni. Jobban teszed, ha óvatos vagy Cesaréval, mondtam halkan. Gyakran ígér olyat, amit nem tud teljesíteni. Sanchia kihívóan kiúzta a vállát. Ezt az ígéretét meg fogja tartani. Azt mondta nekem, hogy megmozgatna eget és földet, hogy a felesége legyek, és megvédi Nápolyt a franciáktól, bár kétlem, hogy bármelyik ügy is sok erőfeszítést igényelne. A franciák most ő felsége oldalán vannak, ami a Geoffreyval való házasságomat illeti. Nos, őszentsége elég könnyen elérte a te házasságod érvénytelenítését is, nem? El kellett nyomnom egy feltörő nevetést. Azt gondolja, hogy könnyen ment. Azt hitte, hogy az annulálás papának csak egy tolvanásába került. De hát miért is ne ijedné?
Azok előtt, akik nem ismerték a szörnyű részleteket, a világ legegyszerűbb dolgának tűnhetett. Ez nem olyan könnyű, mint amilyennek hiszed, mondtam, és amikor az arckifejezése bizonytalanná vált, hozzátettem. De lehet, hogy számodra az lesz. Megveregettem a kezét. Örülök neked, igazán, neked és Cesarénak. De most elnézésedet kell kérnem, tényleg pihennem kell az esti mulatság előtt, mert ahogy mondtad, azt várják tőlem, hogy fél Itáliát szórakoztassam. Ugye nem bánod? Ó, nem, nem, valóban nagy megpróbáltatás vár rád. A kérőid, követeid mind azért küldték, hogy téged elkápráztassanak. Arcon csókolt, és az ajtó felé suhant. Ó, majdnem elfelejtettem. Van még valaki, aki szeretné megkapni a kezedet. Kényszerítettem magam, hogy képes legyek kicsalni egy mosolyt magamból, miközben arra gondoltam, hogy nem bírnám elviselni, ha még egy idegen nevét meg kellene hallgatnom. Ez maradjon meglepetés, hallottam a saját hangomat. Biztos vagyok benne, hogy az lesz, válaszolta, majd kinyitotta az ajtót és félig kilépett. Visszajövök, miután pihentél. Ha az a boszorka a legmegbízhatóbb szobalányod, akkor szükséged lesz a segítségemre, hogy kiválaszd a megfelelő ruhát. A te pantalizád úgy öltözködik, mint egy parasztlány. A szaládjai pontificid dugik tömve volt, és a zsúfoltsághoz csak hozzá adódott a sok álló kandeláberből és a kovácsolt vas gyertyatartóból felszálló füst. Az emelvény alatt lévő kipárnázott zsámolyon ücsörögtem, és figyeltem az előttünk parádézó udvaroncokat, nagyköveteket és nemeseket. Papa egy serlekből iszogatva járkált közöttük, és egy apród vitte mögötte a kancsót. Zavart, hogy így látom. Juan halála óta papa túl sokat ivott, holott korábban mindig tartózkodott az alkoholtól. Ma éjjel láthatóan spicces volt, jóállisan integetett, mint egy jóindulatú bakkusz. S egyfolytában oda kiáltott a különféle küldötteknek, és az emelvény lába felé terelgette őket, hogy köszöntsenek engem. Mereven ültem, feszes mosoly ült az arcomon, amikor fogadtam a bókjaikat. Száncsia igazat beszélt, úgy fixíroztak engem, mint egy nyeremény borjút. Próbálj meg nem olyan rossz kedvűnek mutatkozni, mormolta Száncsia mellettem, piros ruhája feretlenül hagyta a vállát. Mondtam már neked, nincs miért aggódnod, ez csak egy műsor, egyiküknek sincs akkora tekintélye, hogy elnyerje a kezedet. Már éppen vissza akartam vágni, hogy semmi értelmét nem látom ennek a nagy felhajtásnak, ha ez az volt egyáltalán, amikor is hirtelen Cesare bukkant fel, és egyenesen felénk masírozott. Nem láttam őt azóta, hogy visszajött Nápolyból. Jól nézett ki. Fekete nadrágja és zekéje úgy tapadt rá, mint a sejemből lenne a bőre. Egy gránátakkal kirakott, ez is lánc verdeste a mellét. Nagyon magabiztosnak érezhette magát, hogy lecserélte a hivatalos köpenyét erre az alkalomra, tekintve, hogy még nem oldozták fel az esküje alól. Az este folyamán először éreztem őszinte erőmet, amíg közel nem jött, és meg nem láttam az arckifejezését. A szeme lángolt. Hol van? Néhány lépéssel mögöttem Michel Otto meghajolt előttem. Megmagyarázhatatlan módon a főhajtása láttán a hideg futkározott a hátamon. Sanchia mondatott hangon szólt oda. Jó uram, így kell üdvözölni a húgát olyan hosszú távollét után? Cesare összeszorította az állkapcsát, és papa felé pillantott, aki a nagykövetekkel bocsátkozott beszélgetésbe. Nem érek rá játszadozni. Hol van? Azonnal mondd meg. Jaj, nekem, micsoda türelmetlenség! Sanchia hozzám fordult. Lucrezia, hová tűnt el az a felfúvalkodott szolgáló lányod? Nyilvánvalóan nincs a palacódban. Pantaliza? A homlokomat ráncoltam. Azt mondtam neki, hogy ma este nem kell mellettem lennie. Megkért, hadd sétálhasson a kertben, és... Cesare megfordult, és átverekedte magát a tömegen. Csak bámultam utána. A szívem elkezdett hevesen verni. Amikor felkeltem a párnáról, hogy utána menjek, Sanchia vadul suttogva azt mondta. Nem szabad beleavatkoznod. Engedd, hogy a bátyád azt tegye, amit tennie kell. Papa nevetése váratlanul fellassant a teremben, és ez a hamis jókedv megfagyasztotta a vért az ereimben. Beleavatkozni? Kérdeztem dühösen. Miről beszélsz? Abban a pillanatban papa magához intett. Lucrezia, gyere, üdvözöld ő excellenciáját, Signore Capellót Velencéből. Arra az elegáns velenceire mutatott, akivel eddig beszélgetett, és aki meghajolt felém. Menj, lökött előre Sanchia. Belebotlottam a szoknyám aljába, amikor apámhoz indultam,
és amikor mellé álltam, bár figyelmemet a nagykövetre fordítottam, mégis alig hallottam, hogy mit mond. Vége érhetetlenül hosszú időnek tűnt, mire újra meghajolt, és papa tovább sétált vele. Gyanítottam, hogy ez valamiféle figyelemelterelés volt, és mire körülnéztem a szalában, sehol nem láttam Cezarét. Nem érek rá játszadozni. Hol van? Rossz előérzetem támadt. A terem túlsó végében lévő, a szalából kivezető ajtók felé igyekeztem. Közben mosolyogtam, és elhárítottam a túlöltözött matrónák és kapatos férjeik kérdéseit. Kikerültem a bíborosokat és a püspököket, de alig, hogy elértem az ajtókig, valaki elkapta a ruhám ujját. Sanchia volt az, aki levegőért kapkodva rohant utánam. Mondtam, hogy ne avatkozz bele! Szólt rám remegő hangon, mint attól félt volna, hogy nem ér utol időben. Mi ez az egész? Miért keresi Cesare az én szolgálóimat? Nem szolgálókat, helyesbített Sanchia, és gyorsan körülnézett, ezzel csak növelte az aggodalmamat, és úgy éreztem, hogy a fűzőm kiszorít minden levegőt a tüdőmből. Csak egyet keres. Igen, az én pantalizámat. Azért, mert ma megsértett téged a szobámban. Őszintén, Sanchia, ez alig ha lehetett ok arra, hogy Cesarének panaszkodj, és őt... Suttogva válaszolt. Ne légy ostoba, ez most miattad van. Meg kell védeniük téged és a fiadat. Lefagytam. Újra körülnézett, nem csak egy véletlenszerű pillantással, hanem mint azt figyelni, nem hallgatózik-e valaki. Lukrécia, nem gondolhatod, hogy engem be tudsz csapni. Lehet, hogy Rómában mindenkit, de engem soha. Én túl jól ismerlek. Mi másért szöktél volna el egy zárdába 9 hónapra? Bár azt kell mondanom, nagyszerű volt az előadásod a kúria előtt. Tényleg kár, hiszen ez a te pantalizád nagyon ügyesen bánik a tűvel, mert olyan jól eltüntette a hasadat. Szünetet tartott. Túl sokat tud. Veled volt a zárdában. Az apám hangját hallottam a fejemben. Tudom, hogy az igazság milyen következményekkel jár. A kerti kiárat felé vetettem magam, Sanchia pedig újra elkapott és közel rántott magához. Még mindig nem tanultad meg, hogy bármit teszünk, annak ára van. Egy új házasságot terveznek számodra. Senki nem tudhat a titkodról. Senki. Érted? Nem, mondtam. Ő egy léleknek sem fog beszélni róla. Előbb meghalna, semmint, hogy engem elárulna. Amint kiejtettem ezeket a szavakat, elöntött a rémület. Megszorítottam Sanchia kezét. Meg kell állítanunk, nem engedhetjük, hogy megtegye. Az ajkába harapott. Már elvégeztetett. Cesare annyira elszánt. Félrelöktem, felkaptam a súlyos ruhám alját, és elkezdtem rohanni a folyosón. A lélegzetem égette a tüdőmet. Elém tárult a fáklyákkal megvilágított kerti kijárat. A levegő párás volt, jázmin illatú. Gyönyörű éjszaka volt. Ilyen éjjeleken semmi rossz nem történhet, gondoltam kábultan. Eszembe jutott, amikor a papa beiktatási ceremóniájának estéjén Cesare után jöttem ide ki, hogyan táncoltunk a holdfényben. Sikoltás hasította ketté a levegőt. Balra fordultam egy töredezett szobrokat elkendőző nyírfacsoport felé, és fura mozgással lettem figyelmes. Az ösvényen minden egyes kavicsot éreztem a topánom vékony talpa alatt. Éreztem, hogy valami szörnyű történik ott, és megpróbáltam megszaporázni a lépteimet. A ruhám lehúzott, mint a kőből lenne, és attól féltem, hogy elesek. Még mielőtt odaérek a fákhoz. Cesare közeledett ugrándozva felé. Mögöttem Michelotto egyenesedett fel a guggolásból. Valami vékony, merev és csillogó dolog feszült a két keze között. Egy drót. Nem tudtam tovább menni. Cesare is megtorpant, amikor meglátott engem. Mozdulatlan alakjára rávetődött a fáklyák fénye. Aztán lassan megindult, és ahogy közelebb jött, és még közelebb, a fény megcsillant a nyaklánca piros gránát kövein. Pont úgy nézett ki, mint a teremben. Nem volt vér sem a ruháján, sem a kezén, bár rájöttem, hogy túl sötét volt ahhoz, hogy ebben biztos leessek. A megkönnyebbüléstől megrogytak a térdeim. Összeestem volna az ösvényen, ha nem rohant volna oda hozzám, hogy a derekam köré csúsztassa a karját. Nem kéne itt lenned, mondta. Csípős izzadság szagot éreztem rajta, és észrevettem, hogy az zekéje eleje el van szakadva, mint ha valaki megragadta volna, és... Ne! Viaskodtam vele, a tenyeremmel a mellkasát vertem. Látni akarom! Újra a mellét vertem, ezúttal még erősebben. Látni akarom, hogy mit tettél! De látnom sem kellett. Tudtam, hogy túl későn érkeztem. Az én pantalizám már halott volt. Nem szabad, mondta, szinte sajnálkozva.
Bíz bennem, Lúcia! De jó Isten! A kezemet a szám elé vontam, és eltámolyogtam tőle, míg ő engem nézett. Miért? Miért tetted ezt? Nem volt más választásom. Ha én nem tettem volna meg, papa valaki más küldött volna. De így legalább nem szenvedtek. Amikor valaki dróttal folytasz meg, az gyors és fájdalmatlan. Mint Jem esetében, úgy folytotta meg Pantalizát is, ahogy korábban a törököt. Az iszonyat olyan rettenetes, olyan kibíratlan volt, hogy először fel sem tűnt, hogy többes számot használt, amíg azt nem mondta. A szobalányod és Perotto túl sokat tudott. Visszafolytott sikoltás tört fel belőlem, és elkezdtem visszafelé bukdácsolni az ösvényen. Mellém rohant, és a karomnál fogva visszarántott. Lukrécia, nézd rám! Lassan felemeltem a tekintetemet. Még mindig a bátyám volt, még mindig Cezáre, de abban a pillanatban úgy éreztem, hogy egy idegen, egy rosszindulatú idegen, egy elkerülhetetlen rémálomban. El kellett őket hallgattatni, mondta. Rómában elindulhatott volna a spekuláció, hogy miért maradtál olyan hosszú ideig az Árdában. Lehet, hogy nem hitték volna el, hogy csak azért nem mutatkoztál, mert Giovanni és az annulálás szégyent hozott rád. De ő mindenről tudott, tanúja volt a szülésednek. Perottóval többször is találkozott az Árdán kívül, lehet, hogy mesélt neki a gyermekről, és arról, hogy kinemzette. Megbíztál benne, nem? Mindent elmondtál neki. De Perottó papa kedvenc szolgája volt, ő soha nem... Cezáre közbevágott. Ahogy már mondtam, papa nem hagyott választást számomra. Választást? Sikoltottam. Megölted őket? Összerezzent. Miattad tettem. Gyűlölj, ha muszáj, sérteges, hibáztas, ha az megnyugtatja a lelkiismeretedet, de érted tettem. Ezt a titkot most már csak a családunk tudja. Sancia nem tartozik a családunkba. Könnyek folytak végig az arcomon. Ő tudja, ő mondta nekem. Neki is meg kell halnia? Hozzam őt ide hozzád, hogy őt is elhallgattasd a drótoddal? Sancia családtag, Geoffrey felesége. Azon kívül nem fenyegethetjük meg a nápolyi hercegnőt. Amíg a Sanseztóban voltál, papát kérdezgette felőled. Megsejtette, hogy miért vagy ott, így jobbnak találtuk, ha beszélünk neki a gyerekről. Nem hagyta volna abba a kérdezősködést, vagy ha nem mondjuk el neki, akkor válaszokat keresett volna. De ez minden, amit tud. Fogalma sincs arról, hogy ki az apa, és erősen tanácsolom neked, hogy ez maradjon is így. Erősen tanácsoljátok? Elrátottam a karomat. Még akkor is, ha ugyanez a nápolyi hercegnő hamarosan veled fog összeházasodni. Amikor az arcán hidetlenkedés jelent meg, kifakadtam. Igen, ő maga mondta nekem. Te megszünteted a papi esküdet és feleségül veszed őt, mert új címre van szükséged. Az öcsénk címére, Scicale hercegi címére. Lucia, mondta alkadozva, nem szabad mindent elhinned, amit hallasz. Nyers, dühött, forrongó nevetés szakadt ki belőlem. Ezt meséld Rómának, mondd el mindazoknak, akik azon tűnődnek, hogy miért tartózkodtam olyan sokáig az Árdában. Ragaszd ki figyelmeztetéseket a piaccákra. Jaj, azoknak, akik kérdezni mernek. Cezáre Borgia mindenkit elhallgattat, aki egy szót is mer mondani ellenünk. Keserű elégedettség volt látni, hogy elsápad, amikor elléptem mellőle. Amikor újra el akart kapni, azt mondtam. Hozzám ne érj, soha többé nem akarlak látni, és nem akarok hallani felőled. Nem kellett volna ezt tenned, soha nem bocsátok meg neked miatta. Szinte megvakulva fordultam meg, nem láttam és nem hallottam, hogy mi történik körülöttem. Amikor visszamentem a palotába, mint a teljes ködben járkáltam volna az udvaroncok között. Kiszédültem a szalából, a Vatikánon keresztül kirohantam a fáklyákkal megvilágított piacára, végig a palazzómon, fel a lépcsőn a szobámba. Az udvarhölgyeim vártak rám. Pantaliza még nem jött meg, mondta Nikola aggódva. Órákkal ezelőtt elment, hogy találkozzon Perottóval, de még nem jött vissza. Szó nélkül mentem a hálószobámba, és magamra zártam az ajtót. Addig, amíg nem voltam teljesen egyedül, nem engedtem meg magamnak, hogy a fájdalom hangja feltörjön a torkomon. Az öklömet a számba dugtam, és olyan erővel haraptam, hogy felrepett a bőr, és megéreztem a saját vérem ízét. Arcomat a tenyerembe temettem, és addig sírtam, amíg nem maradt több könnyem.